Szóval szó volt róla, hogy tomahawkot is ugye lehetne ugyanúgy dobálni, mint Francesca dobóbaltát. És hát igazából ezt én még nem próbáltam korábban, de teljesen triviális, ugyanúgy, ahogy a Francesca dobóbaltát, ezt is nagyon jól lehet dobálni. Nem mondom, hogy jobb, nagyjából ugyanolyan, ennek most akásznyele van, és ugyanolyan tomahawk nyele van tulajdonképpen, mint a Francesca dobóbaltának is. Szépen be van rögzítve itt a fej a nyél végén, súrlódást tartja a helyén, és akkor lássuk, hogyan lehet dobni. Mindjárt átteszem a másik kezembe a fényképezőt. Szóval azt mondja, hogy... Tessék! Na és nézzük meg, hogy ha beleállt, akkor mi történik. Igazából a másik oldalról, mert erről nagyon süti a nap. Szóval azért a nyél az itt is valamelyest meglötyögősödik. Látjátok, hogy azért kicsit kotyog. De se baj, vissza lehet ütögetni a fejet, mint a könyves kalapácsot, vagy a csákányt. Mindjárt vissza rögzítem a helyére. Tehát egyszerűen csak, igazából itt a nyélnek a hátsó részét, ezt a részét ütögetem hozzá a rönkhöz. Így. Néhány ütéssel vissza lehetett ütögetni. De most ez nem mennyi dobás volt, mint amennyit a videóban láthatok, kb. Olyan 50-et dobtam már ezzel, és láthatóan túl nagy baja nem lett tőle. Tehát jó, nyilván maga a fejnek egyetemes semmi baja nem lett, nem is lehet. Itt igazából a nyéllel volt kérdés, hogy mi történik, bírja ezt a dobálást. Kicsit kikopott itt a tövénél, esetleg ezt lehet rajta látni, de igazán én azt gondolom, hogy ez azért bírja ezt a dobálást, hát több száz dobást szerintem kibírna. Na, szóval ennyit a tomahawk dobálásról, úgyhogy csupa jó tapasztalatom van vele.